Sziasztok! Ez a vlog eléggé különleges lesz, amint látjátok. Ugyanis nem csak egyedül, meg van is egyedül fog videózni, hanem most kettő az egyben, de úgy, hogy ugyebár ő Belgiumban van, én pedig itt vagyok Budapesten. És az ilyesmi videótípusoknak, ha esetleg még nem tudjátok, akkor ugyebár az a lényege, hogy én is levlogolom a napomat, és kb. Óránként bejelentkezem, hogy mi történik velem. Közben Panni is, és ezek így egymás után lesznek összevágva, hogy kettő napot lássatok egyben igazából. Úgyhogy nálam 8:45 van, és a mai napomról annyit kell tudni így rövid összefoglalóba, hogy három rendezvényre is fogok menni. És egyrészt nem direkt raktam így, hogy a rendezvények legyenek ebben a vlogban, mert egy csomó, mikor már megbeszéltük Pannival, hogy ma videózunk, akkor derült ki, hogy lesznek, szóval ez így extra izgi. Másrészt pedig ez az október, én nem tudom miért, de annyira nagyon népszerű így a rendezvények körében, hogy kb. Minden nap van valami, és ma pont három is van, szóval így nagyon-nagyon izgalmas lesz legalább ez a sima budapesti nap. És másrészt suliban is fogok lenni, igen, suli és rendezvények, meg azon kívül az a terv, hogy kitakarítom ma a lakást, mert már undorító koszt van, szóval reméljük, hogy ez, ja, és edzeni is akarok, szóval négy dolog, ez a négyféle dolog, amit bele szeretnék ma építeni, és a végén majd értékeljük, hogy sikerül-e. A lényeg az, hogy most viszonylag sietnem kell, el akarok gyorsan készülni, mert aztán Hidivel találkozom, és vele megyek az első helyszínre. Én el is készültem a sminkkel. És a szám az ilyen, annyira tetszik, de lehet, hogy kicsit ilyen extrás lett a mai napra. Főleg, amikor a suliba megyek, akkor olyan viccesen tudom érezni magam, mert én megszoktam, hogy így a suli az ilyen trashy-be be tudsz menni, de mindegy. Szóval van egy ilyen eszenszes szájfényem, és mindenképpen ki akartam próbálni, ez ilyen metálos. Hajat fogok göndöríteni, és ehhez a Philipsnek fogom az új hajgöndörítőjét használni. Amint látjátok, háromféle beállítás is van rajta, szóval nagyon izgi, mert hogy nem csak egy ilyen sima hajgöndörítő. Olyannal már találkozhatatok, ami így beszívja a hajat, mert ez mostanában eléggé népszerű típusú hajgöndörítő. Viszont itt fent be tudom állítani azt, hogy a hajgöndörítése az jobbra vagy balra menjen majd. Ugye ez azért fontos, mert az arcunk két különböző oldalán, különböző irányba kellene hajat göndörítenünk. Ezen kívül a másodpercet, hogy hány másodpercet készüljön el a hullám, vagy hogy ugye mennyire legyen intenzív. És a fokot, amit 190-re raktam, gondoltam egy ilyen arany középút. Amíg melegszik, addig gondoltam, hogy a termékről mesélek egy kicsikét. Szóval Stylecare Prestige néven találjátok meg azt a termékcsaládot a Philipsnél, amiben három eszköz van, és ez a hajgöndörítő is a része. És egy ilyen keratinos kerámia. Keratinnal bevont kerámia lap van ugyebár benne. Szóval ezért fogja sokkal kevésbé roncsolni a hajamat, mint más forró eszközök ugyebár. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, most ezt megpróbálom lerakni ide. Váó! Hát ez nagyon jó. Elkapta. És elkészültem, amint látjátok, szóval gyorsan egy kicsit szétszedtem a hullámokat, ráfújtam egy ilyen fixáló sprét, ja, meg az arcomra is akartam fújni egy fixáló sprét, és konkrétan az egész művelet kb. Egy ilyen 6-7 perc volt, a melegítést is beleszámítva, szóval mondhatni, hogy 5 perc alatt meg tudtok vele csinálni a hajatokat, ami szerintem hihetetlen, és egyszer sem volt olyan, hogy becsípte volna, vagy bármilyen kellemetlen szituáció jött volna elő, úgyhogy ennyi lenne a hajamról, és most pedig indulás. És hogy teljes legyen a mai reggeli rutin, így nézek amúgy ma ki. Remélem nem fogok fázni, de még erre felveszek egy kabátot. Kezdtünk Hédivel, és itt vagyunk a nagykövetségen. Értékelni fogja a britott követ biztos. Jó arc. I can't even say that I would have an English fully cooked breakfast every morning, but as you're in the British ambassador's house, it seems appropriate. Jól hol a hangom? Úristen.
Szóval, jó reggelt mindenkinek! Ezek az első szavak, amiket ma reggel beszélek is. Beteg vagyok, és nem gondoltam volna, hogy ennyire nincs hangom. Szóval, fél tizenegy van. Azért aludtam ilyen sokat, mert nem tudom miért. Egyrészt már beteg vagyok, másrészt mert későn feküdtem le, harmadrészt mert be kell pótolnom az alvást, ami kimaradt az elmúlt napokban. Szóval, igen, fél tizenegy van. És tulajdonképpen ma nincsen sulim, szóval ki fogom találni, hogy miket fogok ma csinálni, vagyis hát már persze van pár tervem. Most keltem kb. Egy negyed órája, fél órája. És igazából ennyi történt eddig. Most a következő lépés azt szerintem az lesz, hogy iszom egy kis kávét. Még éhes nem vagyok, úgyhogy lehet, hogy a reggelit kihagyom, és majd egyből csak egy ebédet csinálok, ami nagyon finom lesz, és arra már nagyon készülök. Szóval itt vagyok a koli szobámban egyébként, itt Lővenben, és most csak egy gyorsan megmutatom, hogy kb. Hogy néz ki. Szóval majd lesz egy room tour videó is egyébként, ezt tervezem. Viszont, ezt még hagytam. Viszont csak, hogy egy kicsit lássátok, hogy hol élek. Szóval kint folyamatosan valami építkezés folyik, úgyhogy lehet, hogy ez a fúró hang ez így hallatszódni fog majd. De hát ez van, itt élek, és még fölöttem is nagyon sokszor járkálnak és pakolásznak, úgyhogy elég izgi. Szóval így néz ki az íróasztalom, most egy kicsit kupis, meg ezt a tányért, meg parrat nem mostam el tegnap este, szóval majd most fogom. És várom gyertyát, de kiderült, hogy nem lehet gyertyát gyújtani, mert beindítja a füstjelzőt. Ez a kis asztalom pedig snackek és kávéfőző, úgyhogy kb. Ennyi, ami izgi, ott van egy tükörömben. És itt van a kis fürdőszoba részem, valamint kis poltrendszer. Óriási nagy késésekben indulunk tovább Hédivel. Annyira nagyon-nagyon klassz volt, mert az egész, bár ezt biztos te is elmondod majd, na mindegy, az egész látogatásunknak a nagykövetsége, annyi volt a lényege, hogy igazából maga a brit itteni nagykövet kíváncsi volt mindenféle ilyen insta trükkökre is, hogy így, tehát olyan emberek voltak meghívva, akik valamilyen szinten Instagram business futtattak, ugye? De és csak más területekről. Igen, és nagyon különböző területekről, szóval így a YouTube világából például csak mi voltunk ott. És na és annyi volt a lényeg, hogy az elején elmeséltekünk egy kicsikét a házról, meg volt egy ilyen körbevezetés, de hogy arról már pont el kellett jönnünk, csak így a reggeli részén tudtunk meg a teázgatáson ott maradni, meg az ilyen nagyon alapinfókon, mert... Ja, meg azt elhoztuk prospektusban is, hogy igen. Mi micsoda, meg milyen régi a házban. Igen, de a nagykövet annyira nagyon jó fej, nagyon közvetlen, nagyon vicces. És nagyon durván jól beszél magyarul amúgy, bár igen. Most nem fitogtatta annyira. Igen. Láttam vele videót, és nagyon-nagyon durván jól beszél szóval, magyarul. Ja. Úgyhogy ez nagyon jó volt, nagyon pozitív volt, tényleg csodálatos a ház, és nagyon jó a helyszín. És most, hát jól megkésve, de még a... De a legfontosabb dolgot azt nem igen. Láttuk, mert elfelejtettünk elmenni mosdóba, pedig a WC az a legizgalmasabb része az ilyen fancy helyeknek. De még a közepén gondoltam is rá, hogy annyira kell pisilnem, és hogy de még a WC is biztos szép lesz. Jön a buszunk, na mindegy. Majd legalább lesz miért visszajönni, Hédi. Mit csináltad? Ez nem azt csináltad, ez az ízért csináltad. Hát. Oké, összezavarodtam. Nem tudom, ilyen furán köszöntem. Ja. Sima lesz ez a ruha. Enni is lehet róla. Szóval elkészültem nagyjából legalábbis annyira, hogy így el legyek napközben. Egyébként közben nincs órám. Azt hiszem, hogy kb. Fél egy lehet. És rájöttem, hogy estig tulajdonképpen nem fogok semmi ilyet csinálni, amiért jól kéne kinéznem. Szóval itthon leszek, meg elmegyek vásárolni, meg ilyen dolgok. Úgyhogy igazából most csak így simán felvettem egy fehér pólót. Vettem végre egy sima fehér pólót. Szóval, vagyis hát nem tudom, hogy ki mennyire követi, de még pár videóban volt róla szó, hogy nincsen sima fehér pólóm, és most lett, és ez nem tudom miért ilyen nagy hír, de tök olcsón találtam egy itteni boltban. És igazából eddig rajzolgattam, mert úgy vagyok vele mostanában, hogy jó lenne egy kicsit gyakorolni minden nap legalább, meg most van hozzá motivációm is, úgyhogy kihasználom. Szóval mindjárt megmutatom, hogy mit rajzoltam. És most pedig megyek ebédet főzni, mert éhes vagyok, és
is megmutatom, hogy milyen a konyha, és hogy mit fogok csinálni. Szóval ezt még tegnap rajzoltam, most csak befejeztem úgy nagyjából igazából. Ez egy ilyen olyan rajz, hogy éppen mit láttam, itt van ugye ez a tükör is. Csak lerajzoltam, amit láttam, ez este volt már, és ezt rajzoltam most, ami egy dalszöveg. És igazából utána kellett nézem, hogy hogy néz ki egy ilyen igazi szív, mert még sose rajzoltam ilyet. De úgy eléggé tetszik, ilyen kis gyakorlásnak jó. Szóval én a konyha, igazából eddig mindig voltak itt emberek, úgyhogy ezért nem videóztam. És készül már a kaja. Ami így néz ki, békönbe tekertem bele csirka pártákat, majd adott rájuk egy kis mozzarellaságot és csirkálat, valamint a zöldségeket fogok kiríteni hozzá. És igen, így néz ki a helyzetmesség. Na, már mindjárt készen vagyok. Igazából a zöldségmix az zucchini, kaliforniai paprika, répa, egy kivek ezt újhagyma, valamint ilyen kis borsó hüvelyeket is raktam rá, ilyet még nem csináltam, de ilyen jól létük nézve. Valamint készen lettek a sajt és békön, ezt nagyon jól néznek ki. Tehát ez rengeteg adat, szóval lehet, hogy nem egyedül fogom megenni. Ugye ketten vagyunk itt Rékával magyarok, mármint, hogy többen is vagyunk itt bővenben, de én vele együtt jöttem, és most írtam neki, hogy nem szeretne ebből enni, mert nekem kicsit sok. Bár igazából, hogy sok marad, akkor el tudom rakni a vacsorára is, vagy holnapra, szóval megoldható teljesen. Tadám! Jó, annyira nem gusztusos most minden. De nagyon finom legalább. Fél négy van, és én hazaértem a suliból. Még van 3 órám kb. Az indulásig, mielőtt a következő eseményre megyek. És most kitaláltam, hogy akkor az lesz, hogy elmegyek most futni, aztán értelemszerűen lezuhanyzom, kitakarítom a lakást, és vacsizom valamit, és aztán megyek. És konkrétan így egész végig, amíg hazafelé sétáltam, ezen gondolkoztam, hogy mi legyen a sorrend, és rájöttem, hogy hát, hogyha eddig esetleg nem derült volna ki nektek, bár szerintem elég sok videóban már az átjött, hogy ilyen tervezőmester vagyok, szóval, hogy így nekem folyamatosan mindenem meg van tervezve, és konkrétan több időt töltök a tervezéssel, mint a dolognak így a történésével. Na mindegy, de hogy beválik, mert így mindig mindenre van időm, esküszöm. És igen, annyit akartam még mondani, hogy a sulis dolgaimról mostanában szerintem nem beszéltem. Tehát az előző fél éveimben mindig kevesebb kreditet teljesítettem, mint amennyit kredit, olyan nehéz kimondani. Szóval mindig kevesebbet teljesítettem, mint amennyit kellett volna. Az átlag egy ilyen 30. És nekem volt ilyen 23-24, szóval mindegy, így elmaradoztam kicsit, és cserébe kevés vizsgám volt, meg tök jó fél évek voltak, de hogy most 40 kreditem van, ami viszont erős, mert minden nap be kell mennem. Nem mondom, hogy így reggeltől estig kell bent ülnem a suliban, van ilyen napom is, de hála tegnek nem az összes, csak inkább az, hogy emiatt azért úgy folyamatos az iskolázás, ami a korábbi években nem volt meg, mert mindig volt szabad napom. Plusz most nagyon-nagyon sok beadandót kell írni, de konkrétan így heti többször így órákat ülök a gépre, és csak írom őket, és ez volt tegnap este is, hogy tök későig írtam. Szóval most gondolkodtam, hogy a mai napból ez kimarad, és majd akkor holnap tanulok még, meg holnap is megyek suliba. De na mindegy, szóval csak így ennyi van, hogy alapvetően meg vagyok, meg így tök sűrűn járok be. Szóval ennyit a suliról, és akkor most csinálom a dolgaimat, aztán majd bejelentkezem, hogy még mivel készültem el. Szóval az van, hogy úgy döntöttem, hogy ez egy lustanabb lesz, mert igazából tényleg, ahogy látjátok, nem sok mindent csinálok, viszont van ilyen, nagyon sokszor előfordul, és most éppen egy ilyen napot fogtam ki. Az este lesz igazából izgalmasabb, el akartam menni egy fület, nem tudom, fület, de fület szúrni, szóval nem is ide, de ide. Egy újabb piercinget, de gondolkoztam rajta, hogy egyedül annyira nem móka, és ezért írtam az egyik csoportbeszélgetésbe, ahol több barátnőm is benne van, akik itt vannak Löwenben, és az egyikük választott, hogy szívesen jönne, de sajnos órája van 6-ig, és itt minden 6-kor zár be, szóval a boltok is, a kajáldák azok nem feltétlenül, de a legtöbb dolog az 6-kor zár, és így ez a hely is, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy inkább akkor elmegyünk holnap együtt. És ehelyett a karika helyett is szeretnék egy másikat választani majd, szóval, mert ez az, amit beleraktak még, amikor kiszúrták, és szeretnék valami különlegesebbet. Azt még nem tudom, hogy ezüstöt vagy aranyat, ez mindig egy nagy dilemma, hogy milyen színű legyen igazából, ami nem tudom, mert mindenféle színű fülbevalóim vannak, úgyhogy valamihez úgyse fog passzolni, de szóval így döntöttem, hogy
most akkor ezt kihagyom, és ja, valószínű, hogy most megnézek egy kis sorozatot, mert most többet is nézek. Valamikor nyáron elkezdtem a Suitsot, és azt most folytatom, nagyon jó. És most tegnap este elkezdtem a Mindhuntert, ami szintén nagyon izgi, szóval most lehet, hogy mind a kettőt folytatom, szóval mind a kettőben megnézek egy-egy részt, és utána pedig hatra megyünk sportolni, akkor majd mindenképpen bejelentkezem, és csak hogy kicsit majd lássátok a várost is, azt is megmutatom, hogy hogy néz ki, bár biciklizés közben nem szabad telefonozni, de lehet, hogy sikerül majd egy kicsit videóznom. Nos, elég meglepő, de sikerült mindent megcsinálnom, amit szerettem volna, szóval voltam futni, kitakarítottam a lakást, és a kajámat pedig már tegnap megcsináltam, amúgy azt mondtam, hogy mi lesz, mert nagyon finom. Tegnap vettem sütőtököt, és azt sütöttem meg, és abból csináltam, ebben amúgy bab van még így pluszba, szóval sütőtök, krém, főzelék, vagy nem tudom, azt kell mondani, szóval sütőtök ez babbal, és tegnap csináltam egy nagyon nagy adagot. És most pedig még maradt belőle, szóval ezt fogom megenni, és közben szerintem nézek valami jó sorozatot, aztán fél óra múlva indulok. Egyébként nem valami sorozatot nézek, hanem a Stranger Things-et, ugyanis az első évadot megnéztem még korábban, és nem annyira nyűgözött le, szóval a másodikkal nagyon sokáig vártam. És most nem tudom, valahogy így elkezdtem, hogy így kötelező, szóval akkor nézzük meg a második évadot, és konkrétan nem bírok vele leállni, szóval tegnap előtt, este, vagy ilyen hajnali kettőig néztem sorozatot, szóval ezért is vagyok fáradt, úgyhogy annyira nagyon tetszett, úgyhogy most folytatom. Nem tudom, hogyha ide lenyűgöz. Összeszedtem magam, igazából kb. 20 percet sorozatoztam, aztán kitaláltuk így a többiekkel, hogy most vagy Harryhez megyek, vagy először Harryhez, még nem tudom, de hogy így útközben mindenkit összeszedünk, és akkor megyünk. Ah, tetkó, még azóta nem dolgoztam fel, hogy tetkó, majd izgi. Szóval, ja, én most nekiindulok, és annyit akartam csak mondani, hogy futottam, meg lefüredtem, meg mindenfélt csináltam a hajammal, és annyira jó, mert hogy kb. Most tetszik a legjobban így a hullámokkal, hogy ilyen természetesre beállt. Szóval ez is egy pozitív eszköz volt még reggel a hajgöndörítő, és akkor most fogok egy követet és megyek. Ó, de jó illat van itt. És mekkora kupi? Szóval elmentem sportolni egy kicsit, ahogy látjátok, még mindig vörös a fejem. Nagyon-nagyon sokféle sport van itt Leuvenben, ami szerintem iszonyú jó, kb. Nem tudom, 40-50 féléből lehet választani. És a hét minden napján vannak, kb. Délután 5-től este 11-ig így folyamatosan, előre megvan adva, hogy melyik nap ugye mik lesznek, és valamire előre kell jelentkezni. Valamire be kell fizetni, amúgy a legtöbb az ingyenes, és hú, mindig legek. És nagyon jók, nekem most úgy van, hogy kedden járok egy ilyen erősítés féle órára, szerdánként szeretnék röpire járni, és csütörtökön, ugye ma pedig most voltam először ezen a ilyen, hát ilyen köredzés tulajdonképpen, ilyen állomások vannak, és minden állomáson egy percig kell valamit csinálni, és akkor ezt ismételgetjük. Valamint hétfőn van box-szerűség, úgyhogy majd azt is megnézem. Szóval nagyon-nagyon jók. Egy hatalmas ilyen komplexum van tulajdonképpen rengeteg épülettel, ahol lehet sportolni, és ide mindig biciklivel járunk. Amúgy a legtöbb helyre biciklivel járunk, ami nagyon közel van oda gyalog, de bicikli, és biciklivel ez kb. Egy ilyen 8 perc, így a kb. Város közepétől a külvárosba, és ja, én már a biciklizés is egy sport, akkor most megcsináltuk ezt az egy óra köredzést, és utána még futottunk egy kört, úgyhogy nagyon oda tettük magunkat. Ja, szóval nagyon-nagyon jó volt, és most pedig lefürdök, hajat mosok, aztán pedig vacsi. De ez így kellemetlen, legalább lenne egy
Páros, páratlan. Puma eseményre vagyunk már hivatalosak. Ki az a jó srác, mert eddig abban, vagyok, szóval itt vagyunk a Libertynél, és így ezzel zárul a mai este, mármint hogy még fogok bejelentkezni, hogy is ugye hazamentem, de most itt fogunk egy kicsit iszogatni. Mi a baj? Tudom, hogy fogja Alina, hogy gyerek így nem fogja. Ez mindig. Ja, hogy úgy fogok táncolni holnap este, mint a szülőnapi buli. Léci! Szóval lefürödtem, hajat mostam, sminkeltem, így néz most ki ez a smink, igazából semmi különös, csak egy kis szem és egy kis száj, valamint felöltöztem, így ilyen piros ruhában leszek, ez a pólóruha, amit Linától kaptam, és lassan kész is vagyok, még megszerítom a hajamat, és ezzel kapcsolatban akartam egy kicsit beszélni, mert nem hoztam magammal egyébként hajszárítót, és ezért mindig úgy kellett beosztanom a hajmosásomat, hogy este legyen, mert akkor este megszárad reggelre, ami kicsit bonyolult volt, de tudtam, hogy majd fog hozzám jönni egy hajszárító a Philips-től, mert még korábban megígérték, hogy küldenek, és küldtek is, ami ez a hajszárító. Ez a Dry Care Prestige hajszárító, és nagyon-nagyon szép, ilyen rózsagoldos hátulja van meg az egész rózsaszín, úgyhogy eléggé elegáns, igazából sose gondoltam volna, hogy egy hajszárítónál így nézném, hogy jól nézzen ki, de nagyon tetszik, hogy ilyen. De egyébként a legfontosabb része az az, hogy van benne egy ilyen Moisture Protect technológia, ami megőrzi a hajnak a nedvesség tartalmát, tehát nem szárad túlságosan ki, nem melegszik túlságosan át, és hideg levegővel is lehet hajat szárítani, meg különböző fokozatok és hőmérsékletek is vannak, ami szerintem tök jó, mert én nagyon sokszor szeretem langyos vagy hideg levegővel szárítani a hajamat, ez sokkal kevésbé károsítja, úgyhogy ja, most hajat szárítok. És egyébként teljesen máshogy néz ki a hajam, hogyha megszárítom rendesen egy körkefével és hajszárítóval, meg mint hogyha alszom benne, szól, akkor sokkal jobban szétáll, kicsit hullámos, kicsit egyenes, szóval ilyen semmi különös, úgyhogy igazából amikor tehetem, akkor inkább megszárítom. Szóval ez a végső kinézetem. Nincsen sajnos egész alakos tükröm, hogy megmutassam, hogy milyen a teljes outfit, pedig szerintem elég jó. Úgyhogy igazából ennyit tudok mutatni. A papucs a legjobb rész benne. Egyébként nem tudom, hogy mondtam, hogy hova megyek, szóval lesz valami buli, itt mindig van valami buli, minden este van valami, és most lesz egy kicsit nagyobb buli, amit az egyetem szervez, úgyhogy oda megyünk három barátnőmmel, Krékával, Federikával, egy olasz lengyel, és Giuliával, aki lengyel, úgyhogy most majd megyünk iszogatni először Federikához, és de előbb pacsizunk Krékával, szóval megesszük az ebéd maradékát. Nos, én időközben hazaértem, és amennyire aktívan vlogoltam a nap elején, annyira passzívan a végén, ugyanis az egész Puma eseményen igazából annyi volt, hogy így kiültünk a barátokkal, vagy hogy többiekre, akiket láthatok, és csak így dumáltunk mindenféléről, meg iszogattunk, szóval, hogy nem volt semmi olyan akció igazából, amit érdemes lett volna levlogolni. Én sem tudom, hogy Panni mit csinált ma, szóval így végképp nagyon izgatott vagyok, hogy majd visszanézzem. De alapvetően, hogyha szeretnétek még a jövőben is ilyesmit, hiszen azért eléggé izgalmas, hogy két különböző országból vlogolunk, akkor írjátok meg a kommentben, és találkozunk a legközelebbi videóban. Yeah, everyone who graduates, you get this thing when you graduate. It's like the hat. I'm third sister. She's not that. Valentina, Francesca, Valentina Perez. Seriously. Where is he from? From Poland. Oh shit. He's so far away. No, but seriously, like, but what the fuck? Most értem haza. Fél négy van, szóval gondoltam, hogy én fogom befejezni ezt a vlogot, mert nem hiszem, hogy Lina eddig fennmarad. Szóval voltam ebben a buliban, amúgy elég jó volt, kb. Fél órát voltunk ott maximum. A helyzet az, hogy elmentünk ilyen előiszogatásra Federikához,
És nagyon jól sikerült, tökjükat beszélgettünk, meg iszogattunk, ivós játékokat játszottunk, stb. Stb. És elég elhúzódott az idő, szóval kb. 2 előtt indultunk el, hogy akkor nagyon menjünk a buliba, és odaértünk, és ott hát meg kellett volna venni egyet, csak közölték velünk, hogy 6 euró, amikor az eseményben azt mondták, hogy csak 5 euró, és akkor ott elkezdtünk problémázni, hogy miért 6 euró, hogyha sehol nem volt kiró, hogy 6 euró, és akkor ott így, nem tudom, egy ideig így el voltak foglalva az emberek, akik a jegyeket árulták, és végül is így beusontunk jegy nélkül, de szerintem senkit nem érdekelt, hajnali 2-kor, és tényleg csak egy fél órát voltunk benne kb., vagy lehet, hogy kicsit többet. Ennyi volt ez az este, és ennyi volt ez a nap. Szóval remélem, hogy tetszett nektek, és hogy izgalmas volt. De egyébként szeretnék még videót csinálni itt Lővenben, de egyelőre most alszom. Valami még mindig beteg vagyok. Szóval találkozunk a legközelebb videóban. Sziasztok!